Volt, aki a homokban hempergett, mások a vízben lubickoltak. Így lehet csak elviselni a 30 Celsius fokos hőséget. A lakók nagy örömére már a Bágertóban is lehet fürdőzni, ugyanis az elmúlt 2 évben jó volt a vízminőség, így itt is megnyithatott a szabad strand. Az elmúlt 2 évben kell, hogy jó vízmintát produkáljon a vízminőség, illetve a víz, és akkor utána lehet kérelmezni az, hogy szabad strandként meg tudjuk nyitni. Ugye ezt követtük a Bágernél, és ezt minden évben szerettük volna megnyitni, de most értünk el oda, hogy az elmúlt 2 évben jó vízminőség volt a mindegyik vizsgált időpontban. A városban a Bágertóval együtt már 3 szabad strandot működtet a város üzemeltető. Az Itatónál és a Mosoni szabad strandon eddig is lehetett fürdőzni. Utóbbit ráadásul korszerűsítették egy pályázatnak köszönhetően. Felújították az öltözőkabinokat, kültéri-beltéri zuhanyzókat, akadálymentesítették a területet, és egy babamama szobát is kialakítottak. Azt azért tudni kell, hogy úszómestert egyetlen egy helyen foglalkoztatunk, az pedig az Itató Szabassannál. Ez azért van, mert ott a létszám, a látogatottsági létszám az kötelezővé teszi ennek a tevékenységnek a folytatását. A városüzemeltető azt kéri, hogy mindenki saját felelősségre strandoljon, és vigyázzon a környezetében fürdőzők testi épségére. Minden szabad strandon elsősegélynyújtó pontokat alakítottak ki, és kijelölték a strand területét is. A vízben pedig bójek jelzik a vízmélységet. Mosonmagyaróváron tehát június 15-től 3 szabad strand várja a látogatókat.